A Bőte Csaba Székely udvarhely környéki nevelőotthonaiban élő gyerekek mellett kárpátaljai, vajdasági, magyarországi és felvidéki szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nyaralnak a Csatai Baross Gábor alapiskolában. A helyi Sólyom gyermekei polgári társulás más civil szervezetekkel, magánemberekkel és vállalkozókkal közösen harmadszor szervezte meg a tábort, és vállalta fel annak minden költségét, hogy az eddig mintegy 80 nyaralni és külföldön sosem járt gyermek felvidéken a Garam mentén gondtalanul szórakozhasson. Az egyhetes tábor ma ér véget. Áld meg Isten mindazokat, akik nekünk jót akarnak. Tök főzelék pörkölt el, ezzel látták vendégül a táborozókat a Zselízi Csemadoknál a Városi Park és Múzeum látogatása után. Sűrűhetük van a gyerekeknek, naponta más és más helyszínen fogadják őket. Zselíz mellett Visegrádra, Esztergomba és Párkányba is ellátogattak. Habár a Zselízi alapszervezet anyagi gondokkal küzd, de a összetartozás és a barátság jeléül félreteszünk minden gondot, mindent megoldunk, örülünk, hogy itt vannak, és örülünk, hogy részese lehettünk ennek a tábornak. A Vatta Cukros bácsi is ingyen készítette a gyerekek számára az édességet, és az ipolysági magyar közélet szereplői is támogatták a kezdeményezést. Különös Ancsika néni kézműves fagyját kóstolhatják meg ma délután a gyerkőcök. Ez azt gondolom, hogy példaértékű ez az összefogás, és minden jó ügy mellébe kell állni. Mi most ebbe a táborba ezzel tudunk hozzájárulni. A gyerekek örülnek az együttlétnek, annak, hogy megismerhetik egymás életét, szokásait, de élvezik a közös kirándulásokat is, és azt, hogy bár öt országból érkeztek, egy nyelven beszélnek. A magyar nyelvterület különbözőségeit pedig vidáman fedezik fel. Egy nyelvet beszélünk, és ez a szép benne. Én Erdélyből jöttem ide Csatára, és ebbe a helybe azt tetszik, hogy jó a társaság. A legjobb kedvenc tevékenységem itt az a fürdés volt, a termálfürdőzés. Ez annyira összehozza a magyarságot. A gyerekek szempontjából is ugye találkoznak a többi gyerekekkel, magyarul beszélünk. Igaz, van egy kis nyelvkülönbség, érződik a kiejtésben, de nagyon jól érzik magunkat. A tábor résztvevői hálásak a példaértékű civil összefogásért, az adományokért, mert csak így valósulhatott meg a tábor. Ennyi kedvességet, szeretetét, finomságotban részesüljenek mi is velük együtt, azért ez nem kicsi dolog. És tényleg hálásak vagyunk, hogy minden évben ezt megszervezik, mert nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. A tábor tapasztalata pedig az, hogy egy közösség tagjai egy hét alatt igazi csapattá kovácsolódik, kitörölhetetlen részeivé váltak egymás életének. Hadrons helyzetű gyerekek nyaralnak itt, akik ha ide nem jutnak el, ami szülőknek mindent ingyenes, minket keressük ki rá a pénzt, lehet, hogy egész évben máshova nem jutna el ezen a táboron kívül. A tábor résztvevői tudják, hogy nehéz és könnyes lesz a búcsú, mert a tartalmas és gazdag programokkal, játékokkal pótolhatatlan élményt szereztek. Hazámban mindig otthon vagyok, hiszem, hogy én is jó magyar.